Örülök, hogy a Városnéző körút során erre is elvetődtek a városból az érdeklődők, mondta Varga Nándor. Már a bejáratnál, az ökopark táblánál egy rövid tájékoztatót tartottam arról, hogy 99-ben az önkormányzat hogyan kérte meg az ipari park címet, hogyan jutottunk el odáig, ahol most vagyunk. És most itt körbe meg tudom mutatni, hogy az ipari parkban milyen vállalkozások láthatóak, és melyiknek milyen egységei vannak, és hogyan működnek. Az előbb hallottam a tájékoztatóban, azt mondta, hogy tulajdonképpen lassan nem lesz szabad hely, hiszen ott említette Ildikó nénieknek, hogy egy újabb beruházás fog hamarosan elkezdődni. Igen. Lassan nem lesz szabad hely a parkban, hiszen egy újabb beruházás fog hamarosan elkezdődni. Ezelőtt 2 hónappal a képviselőtestület döntött arról, hogy kiemelt beruházásként fogja kezelni a Repol Kft. Építését. Korábban dr. Székely István, az Info Kft. Ügyvezetője Varga Mihály miniszter úrral aláírt egy megállapodást, hogy a 6,5 milliárdból megvalósuló kémiai újrahasznosító üzemet kormány támogatással fogják megvalósítani, fogjuk megvalósítani, hiszen ennek részese is az ipari park. A karcagi ipari park egyre több családnak biztosít munkát. Nem számoltam össze, hogy hányan összesen, de tudom mondani, hogy itt dolgozik 10 ember, az Elhulnál dolgozik 110 ember, a Pennyben dolgozik 130 ember, a BJ Transznál dolgozik 10 ember, Kuruc Istvánnál és Ifjabb Kuruc Istvánnál dolgozik 20 ember, hirtelen, akit így fel tudok sorolni. Ilyen összesítést évente egyszer szoktunk csinálni, amikor a pénzügyminisztériumba, illetve most már a fejlesztési minisztériumba a jelentést le kell adni. Puskás László, az EHUL és az EHPUR ügyvezető igazgatója örömmel fogadta a társaságot, de azt is elmondta, hogy még a próbaüzem zajlik. Valóban a próbaüzem zajlik, gyakorlatilag az utolsó simításokat végezzük, a technológiát is, meg a gyártást is most finomítjuk. Várhatóan körülbelül 2, maximum 3 hét és megvan minden olyan receptúra, olyan technológia, hogy hivatalosan is indulhatunk engedélyekkel, és a próbaüzemet követően folyik egy készletfelépítés, készletfeltöltés, ami jó hír, hogy partnerek állnak már sorban, szeretnék több helyen is használni, akár a beltéri, akár a kültéri burkolásban, jelentkeztek már autó utánfutó építőktől kezdve stégépítőkig nagyon sokan, bízom benne, hogy a évi 2000 tonnás mennyiség az hamarosan emelhető. Kétféle hulladékkal dolgozunk, tehát a mi nyersanyagaink csak hulladékok, és többnyire olyan hulladék, ami lerakóba vagy lerakó közeli állapotban van, tehát onnan mentjük meg, és ezáltal állítunk elő olyan anyagot, ami reméljük, hogy hosszú éveken keresztül szolgálja a vásárlókat. Körülbelül 50%-a a terméknek az abból a poliuretán porból van, ami innen a mellettünk lévő elektronikai hulladék hasznosítóból kerül ki. A másik 50% pedig többnyire agrofóliának a darált változata, tehát már a használatra alkalmatlan agrofólia. Ezek nagyjából 50-50%-ban keveredve alkotják a kiinduló nyersanyagot, aztán különböző adalékokkal és különböző nyomásokkal, hőmérsékletekkel kezelve ebből lesz a végtermék, ami most adott esetben útszegélykő, vagy stékpadló, vagy gyakorlatilag kerítéselem, magaságyás, vagy éppen komposztáló láda. Pánti Ildikóval beszélgetünk arról, hogy miért pont az ipari parkban érkeztünk, hiszen ide most ki kellett kerekezni, tehát egy picikét úgy látszik, hogy a idősebbek már nem merték vállalni ezt az utat. Igen, valóban így van, hogy egy kicsit a városközponttól távolabbi részre jöttünk, az ipari park területére, ami azt mondom, hogy és azt ugye valljuk is, hogy a városnak egy nagyon fontos ipari övezete, eleve a nevébe is benne van, ahol munkahelyek vannak, és ahova az emberek lehetőséget kapnak arra, hogy ide jöjjenek dolgozni. Így adódik most egy nemrégen átadott üzembe is, ahol az igazgató úr fog tájékoztatót tartani,
és másrészt pedig olyan szép és jó idő van, és kimondottan kerékpáros túrának hirdettük meg, és ebből adódóan a legbátrabbak, akik egészségileg is föl tudták vállalni, itt vannak, és egy nagyon szép kerékpártúrát is tettünk, amellett, hogy látjuk az ipari park fejlődését, a meglévő üzemeket, munkahelyeket, és a leendő, várhatóan hamarosan átkerülő újabb üzemegységeket, amely fontos a város számára, és látványnak is, rendezettségben is szép, és örülünk neki, hogy itt lehetünk.